ünnepélyes alapkőletételre gyülekeztek a szadaiak, hiszen pályázaton nyert forrásból bővülhet az óvoda, mégpedig egy külön épülettel. Ennek örömére tavasz köszöntő műsort adott elő az Ovi Méhecske csoportja. A rendezvényen Vécsei László polgármester mondott beszédet. A közösségeink életében minden olyan nap ünnep, amikor valami új születik, amikor valami új kezdetét veszi, és ez most ilyen nap. Tudjuk, hogy nem is kicsi dolog van itt készülőben, születőben. Maga a projekt elnevezés is az önkormányzat részéről, a képviselők részéről, a község részéről, egyfajta vallomás arról, hogy mit is gondolunk a jövőről. Ezt a projektet úgy neveztük el, hogy jövőnk a gyermek. A többi az már kevésbé szép, ez az óvodai kapacitás bővítés szadán, ez már a szakmai részéhez tartozik. A vallomás maga tehát az, hogy jövőnk a gyermek, úgy képzeljük el, hogy a község szada jövője a gyermekekben van. És ez összhangban van a természet rendjével, összhangban van mindazzal, ami évezredek tudásaként a mi szívünkben és lelkünkben is lakozik. Mondhatjuk a mai napon, hogy a szadai óvoda a története alapján 60 éves, a szadai óvoda történet 60 éves, és úgy vélem, hogy ennél szebb évfordulót, ennél szebb ünnepet a 60. évfordulóra elképzelni sem lehet, mint azt, hogy az új óvoda épület résznek a kezdő momentumát, az alapkőletételt tudjuk ma megtartani. A pályázaton maximális összeget nyertünk, közel 200 millió forintot, egész pontosan 199 millió 968 ezer 182 forintot a Széchenyi terv keretében. Az ehhez tartozó önrészt a község a költségvetésében elkülönítette. Hát persze az említett bonyodalmak miatt ezt ugye 2 éve görgetjük már magunk előtt. Aztán időközben kiderült, hogy a beruházás azért egy kicsit drágább lesz, egy kicsit többet is szeretnénk beletenni, mint amennyit eredetileg terveztünk. Úgyhogy nagy valószínűséggel jelen állás szerint ez körülbelül 250 milliós, tehát negyedmilliárdos beruházás lesz, mire a végére érünk. Ezt az egész központi teret, térséget, idevezető utakat is rendezzük. A tervek, engedélyek olyan állapotban vannak a mai napi tájékoztatások szerint, hogy a közbeszerzést indíthatjuk, tehát minden esély megvan arra, hogy őszre így gyönyörű rendezett környezet, szép útfelületek, vezetékmentes légtér, mert föld alá szeretnénk vinni a kábeleket, fogadja majd a szülőket és a gyerekeket. Tehát ez az óvoda, a jövőről való gondolkodás lényegében a település központnak ezt a nagy kiterjedősi részét is rendbe fogja tenni, úgy, ahogy azt nagyon régóta látni szeretnénk, ahogy azt a lelkünk már régóta kívánja, és nagyon bízunk benne, hogy a környezet maga is méltó lesz ahhoz, hogy itt gyerekek töltsék a napjaikat. Jánosi János főépítész a beruházás részleteibe is beavatta a jelenlévőket. 3 csoportszoba van benne, 60 négyzetméteres köralakú csoportszobákkal és belső kupolával. Van hozzá egy nagyméretű torna szoba, amely az aulával, egy közepes méretű aulával, egy nagy tolható falmal összenyitható lesz, ahol ünnepségeket, az előbb látott csöpségek ünnepségeit úgy gondolom, hogy elég nagy térben meg lehet tartani. És ezen kívül van egy olyan melegítő konyharész,
ezen a szárnyon, amit éppen mögöttem van, amelyek a szálkák, szárak és sugarakat jelképezi, amely bezárja ezt a posta köznek ezt a közét, és ide kerülnek azok a kiszolgáló részek, amelyek a melegítőkonyhát, az óvónői szobákat és egy orvosi szobát takarnak. Ezen a területen az épületnek nem elhanyagotó szempont szerint, mivel ez egy lejtős terület, a tornaszoba előtti részről van szó, közvetlenül mögöttem, annak zöld fűteteje lesz, mert föntről a domtetőről úgy reményeim szerint, hogy jönnek lefele az óvodások és egyéb emberek, és erre a tetőre rálátni, és ennek egy zöld teteje lesz. A pályázatban kitétel volt amúgy is egyfajta energiatudatos és ehhez igazodó épület tervezése. Ezen kívül nap elemek kerülnek fel még az épületre, amelyek a déli oldalon az utcáról takarva, de a napnak megfelelően felkerülnek, és ez a melegvízellátásban és a fűtésben is reményeink szerint segíteni fog. És én úgy gondolom, hogy az anyaghasználat, amelyben törekedtünk azokra a természetes anyagoknak a használatára, amelyek hozzánk is, és én úgy gondolom, hogy a gyerekekhez is igazán közel vannak, talán a nevelésnek ez a fajta indirektív módja is működni fog. Végül az ünnepélyes alapkőletétel következett. Az időkapszulába került egyebek közt a pályázat benyújtásáról szóló testületi döntés, az idei szadai naptár, a legfrissebb önkormányzati újság, valamint egy színes látványterv is. A polgármester és a főépítész a legilletékesebbek, az óvodások segítségével végezte el a kapszula elhelyezését.